Iratismertetéssel folytatódott Biszkup Béla az 1956-os forradalmat követő megtorlások egyik megrendelőjének büntetőpere. Kádár János egykori bizalmasa a múlt héten állt először bíróság elé. A 92 éves volt belügyminisztert az ügyészség felbújtóként vonná felelősségre az 1956. december 6-ai nyugati téri, illetve a december 8-ai salgótarjáni sortűz miatt. Botra támaszkodva érkezett a fővárosi törvényszékre Biszkup Béla. A vádirat szerint Kádár János bizalmasa az MSZNP idéglenes intézőbizottságának tagjaként vett részt az 56-os forradalom megtorlását követő cselekmények irányításában. Az ügyészség felbújtóként vonná felelősségre Biszkut az 56. december 6-án történt nyugati téri és a december 8-ai salgótarjáni sortűz miatt. A második tárgyalási nap iratismertetésekkel folytatódott, a bíró részleteket olvasott fel a Biszkup Bélával a 90-es évek elején készített életinterjúból. Biszkup ekkor úgy nyilatkozott, a nyugati téren provokáció történt, ugyanis a hatalom szervezett a konszolidáció érdekében nagygyűlést, de itt veszekedés, verekedés tört ki, és szép szóval már nem lehetett a dolgokat elintézni. Biszkup a mai tárgyaláson az interjú részletek ismertetése közben többször arra kérte az eljáró bírót, hogy tagoltabban, lassabban olvasson, hogy megértse szavait. A felolvasott interjú tanúsága szerint Biszkup nem akart belügyminiszter lenni, elmondása szerint nem volt ugyanis hatalmi mániája. Az 56 utáni megtorlásokról pedig azt mondta ekkor, hogy a büntetőpolitika a munkás hatalom érdekét szolgálta, és igazságos volt. A 90-es években készült interjúban Biszkup még azt vallotta, hogy nem tudta, hogy hány embert végeztek ki 56 után a börtönökben. Mindenről nem lehetett tudomásom, mondta egykoron az 56-os intézetnek Biszkup. A volt belügyminiszter egyébként bizalmi viszonyt ápolt Kádárral, ahogy kiderül ezekből az interjúból. Kádár János pedig többször azzal vigasztalta Biszkup Bélát, hogy idézem, a Rajkót kivégezték, látod, te is belügyminiszter vagy, és még élsz. Ami hát ugye minden igaz 226. oldal, napószámban pedig a 465 napószámban folytatódik. Szóval a válasz. Ez már az ön részéről az események értékelésének átértékelése alapján jött létre. Kérdés, mindenféle politikától mentesen lehet ezt megállapítani. Válasz az nem lehet. Kár. Miért nem? Én ettől még mondhatnám azt, hogy 56 ellenforradalom volt, teljesen mentes akkor, hogy milyenek itt tényleg az 56-os események jellegét az ember. Válasz ez nem mentes, nem ugyanaz. Ha a rendszerrel szemben lépek fel, vagy a rendszer védelmében lépek fel, az egy különböző dolog. Legyen szíves! Ez tapoltatban kérem, hogy beszéljek, hogy megértsem, hogy ő igyekszem, jó? Tehát ez az én válaszom, a maga a véleménye már egy átértékelés. Ez abban az interjúból van, amit önnel készítettem, ezt folytatom, amit múltkor elkezdtem felolvasni. A kérdések azoknak és a válasz pedig az, amit ő mondott annak idején. Tudom, hogy rendszeresen egész hangosan a beszél. Igen, mindig kell tartani, hogy nem lehetne az ellen indokat azt megoldani, és ennek is egy hangszóró szerűségűre tenni, mert akkor az egyes is kimegy a hangját. Ez technikailag, tehát hogy mennyire kell beoldani. Vagy hogy nem lehet hozzád. Igyekszem jó kulcs felolvasni, hogy is értse, de elméletileg az ön interjúját tartalmazza, amit ugye önben tartalmazza. De igyekszem tanulóban érthetően olvasni, hogy megértse. Jó? Tehát akkor én nem tartom átértékelésnek, mondom, hogy ettől én még nyugodtan állíthatnám azt, teljes meggyőződéssel, hogy 56 ellenforradalom volt, de attól függetlenül meg lehet az a véleményem is, hogy minden áldozat jól szolgálhat arra, hogy az igazságot élet is megvizsgálják, hogy ki a felelős az ő haláláért, ki a következő halálának a válasz. Sok-sok ártatlan ember esett áldozatból az 56-os eseményeknek, akik nem tehettek arról, hogy ők áldozatok lettek, ez egy tragédiája a magyar népben. Nézzem meg a történelmet, 19-ben a tanácsköztársaság idején ilyen halálban voltak az országok felhaladásért, hogy beszedjék szalaszét. És utána, amikor leverték, akkor a kurzsuázia elég tételtett azon, ami történt, hogy elvegye a munkásoknak, meg a parasztoknak a kedvét attól, hogy még egyszer olyan helyzet alakuljon ki, és még egyszer olyan állapot kerüljön az ország, hogy a kurzsuáziától elveszik a hatalmat, és ezt megcsinálták, és utána is 25 éven keresztül folytatták ezt a tevékenységet, és ez az utolsó, mert a kurzsuázia akkor is, a voltista tisztek nem a munkások, meg parasztok hatalma érdekével léptek fel, azok vissza akarták állítani azt, amit 45-ben elvesztettek. Sajnos ilyen a magyar történelmek a menete. Érték, a
Szovjetuniónak milyen szerepe volt 56 november után Magyarország mit első fejleményeket? Ön válasza. November 4-én megtörtént az a fordulat, fegyveresen segítettek. Ezt manapság nagyon sokan megkérdőjelezik, hogy ez helyes volt, vagy nem volt helyes. Ez megtörtént tény, ezt nem lehet letagadni. Eddig az volt a véleményünk, hogy helyesen tették, hogy megtörtént, hogy segítségek jutottak. 1919-ben, amikor a tanácsköztársaságon levették, akkor ide bejöttek a francia szenegáli katonák, meg a román kultúrázia ide küldte az emberei, tehát a nemzetközi segítséggel vették a tanácsköztársaságot. És amikor világéges fenyegetett 56-ban, beszéltünk arról, hogy volt a szuezi válság, Magyarországon volt október 23 és november 10 közötti helyzet, akkor mi a saját erőmből, mivel itt nagy nemzetközi erőt dolgoztak és működtek együtt a fordulat végrehajtása érdekében, tehát nem csak a belső erőt dolgoztak itt, akkor mi teljesen jogosnak tartottuk azt, hogy a szovjeteknek segítségével vessünk ennek a helyzetnek vége, és a rend és a nyugalom alakuljon ki. 56 decemberében, annak a bizonyos központi vezetőségi ülés után, mi fokozatosan visszahódítottuk az utcát, megszerveztük, ha jól emlékszem, 6-án azt a tüntetést Budapesten, ahol Cseperről, Kőbányáról, a 8. kerületből, Angyalföldről nem sok embertől arra kérdeztük, hogy Esztemben legyen ott a tüntetések, de azok a piros-fehér-zöld zászló mellett a vörös zászló is vigyék, és annak a tüntetésnek az lett a következménye, hogy vissza lett útítva az utca. Ott is voltak áldozatok, mert azokra az emberekre is lőttek, amikor a körúton borultak az emberek, ott is volt áldozat. Tehát a utcának a visszahódítása, én Kádár elvtársnak nem tudom ezt, a szovjetek óvtak bennünket attól, hogy ezt a tüntetést megszervezzük, és végtelenül ez a tüntetés. Azt mondjuk ezeknek az embereknek, hogy ez a mi felelősségünk, a Kádár kormánynak a felelőssége, és ahhoz a folyamathoz, amit mi úgy hívunk, hogy konszolidáció és az utca visszahódítása, ez hozzájárul és sikeresen fejeződött be, mert a nyugati pályaudvarnál volt egy összevolt röpülés, amelyek az emberek részt vettek, ott is történt provokáció természetesen, meg mások is, de alapjában éve ez fordulatot jelentett, ez a decemberi tüntetés a Budapesti utcán, az utca visszahódítása érdekében. Aztán ennek folytatása, nem Tamosán elvtárs, elment Pécsre, és ott is megszerveztek egy ilyen utcai tüntetést. Ugye az első sorokban menetelt Pécsre, és később, amikor már kérdezett, hogy Pécsnek megszerveztük a köztársaság téren, Angyalföldön a Kőbányán, ez már egy nagyobb demonstráció volt a konszolidáció érdekében a rendhelyreállítása mellett és az ellenforradalmi erőkkel szemben kérték. Ha az eszemben matematikát sikerült összehozni egy kormány melletti tüntetést, akkor miért kellett? Akkor miért kellett 9-én törvényen kívül helyezni a munkástanácsokat, 11-én pedig rögtön kívül kiráskodást bevezetni? Nem logikus a dolog, az ő válasza. Most magának nem tűnik logikusnak. Ez akkor logikusnak tűnt, és logikus volt, mert az akkori törékeny hatalommal szemben szerveződő egy más szerveződés azok az eseményeknek a folytatását pusztítja, elérkezett célul, ami 56. október 23-án elkezdődött. És milyen kormány az, aki eltűnik a saját hatalmával szemben, amely törékenyé egy ilyen országos szerveződésnek a létrejöttét? Az azt jelentette volna, hogy az események folynak tovább abban az irányban, ami egy irányban 56. október 23-án elkezdődött. Ezt nem lehetett megengedni. Kérdés. Azért mondta, hogy nem tűnik logikusnak, mert hogyha ezzel kezdődik a kormány szereplése, november 5-én egyből hirdetik a rögtön ütelős hatályon, és röviden utána, amikor a munkástanácsokkal nem tudunk kívülre jutni, törvényen kívül helyezi a munkástanácsokat, az logikus lett volna. De amikor már úgy tudik, hogy sikerül összehozni az utcai demonstrációt a kormány ellen, tehát amikor a jelek arra mutatnak, pont választ, tehát ott lőttek az emberekre, lőttek rájuk. Mondtam, hogy mikor volt ez a demonstráció, akkor a körülbelül lövöldözés volt azokra az emberekre, akik ezt a demonstrációt szervezték. Sőt, még a nyugati pályaudvarnál is volt valamilyen provokáció. Kérdés, verekedésre emlékszem, hogy verekedés volt az ön válasza, az is volt, verekedés is volt, és a körülbelül volt lövöldözés. Bár szép szóval lehetett volna ezeket elintézni, szép szóval nem lehetett elintézni, erre nem volt meg a lehetőség, a hajlandóság. Amikor én Angyalföldön dolgoztam, akkor 30-40 ember teljesen feldúlt magában, kiket állapodik a foglyokat keresetek állók Angyalföldön. Mondom, itt nincsenek semmiféle foglyok, de igen, itt vannak az iskolában.
ott volt a pártbizottság üzlete mellett az iskola. Mondom én magunknak, hogy nem bemegyek oda, és meg fogom nézni azt az iskolát, meg fogom nézni a terveket, és ha egy darabot találnak ott, akkor magunknak igaza volt, de egy sincs. Az egyikről megkérdezem, hogy fiatal nő volt, mondom maga honnan jött. Azt mondja Veszprémből, mondom, mit keres maga Budapesten? Fölik a testvéreimet, a foglyok vannak itt. Átmentünk, senki nem volt ott. Azok a harcosik, amik még 24-én a harmadik kerületi pártbizottságtól egy órára kölcsön kaptunk, azok ott voltak bent az udvaron. Ahhoz a kiskatonák nem lehetett hozzájárulni. Ez úgy 28-29-én lehetett. Tehát annyira fel voltak az emberek, és meg voltak éveszve, hogy azt sem tudták, hogy mit akartak. Megnéztük az égkormányzatot, és akkor elmentek. Kérdés. A szovjetek mennyire alakoztak be operatívan 56 novemberen kezdve kezdve a magyar vezetési évben, hogyan ment a kapcsolat, a szovjet volt a városparancsnok, levényi pontpont volt az ő válasza, összekültetés volt. Én azokkal a szovjet emberekkel a parlamentben találkoztam, munkásságán volt valami összekötő, tartották Moszkvával a kapcsolatot, de ezek nem szóltak bele a mi dolgainkban. Én ekkor még a budapesti pártbizottságnak az újra szervezésért dolgoztam, napi kontaktus volt, de beavatkozni nem avatkoztak be. Elkezdtük a karhatalomnak az újjászervezését, és saját erőre kellett támaszkodni. Újjá kellett szervezni a pártszervezeteket, a rendőrséget újjá kellett szervezni. Kérdés. A rendőrség kitoltól vált használhatóvá, ő válasza fokozatosan. Ahogy azok a zavarok, amik a társadalomban voltak, azok bent voltak a fegyveres testületekben is. A decemberi határozat óriási fordulatot jelentett ennek az eszterész küszavarnak az eloszlatásában és tisztázásában. Mikor én oda kerültem a belükbe, akkor egy részüket, akik részt vettek valamikor a törvénysértések elkövetésében, azokat eltávolították már onnan, Mihály társai többé, akik ott dolgoztak. A rendőrség egy olyan helyzet volt, hogy voltak, akik meg voltak zavarodva, és abban a helyzetben, a rendteremtében nem tudtak részt venni, meg voltak tényúva, és azoktól megváltunk. Nem lettek azok megszigyelítve, hanem, ha nem tudták a feladatokat ellátni, illetnek oda egy parancs, hogy ezektől meg kell válni. Olyan embereket kell a rendőrséghez hozni, azt hiszem 800 ember volt akkor eltávolítva a rendőrségtől. A rendőrségnél 56 előtt nagyon rosszak voltak az anyagi körülmények, és rendezni kellett ezeknek az embereknek a fizetését, mert én tapasztaltam, még mikor kőbányán dolgoztam, 51 és 53 között, hogy a zsiványok ellen a rendmondók, a vagányok, amikor a rendőrnek ezt fizette a fröccsök, hogy tud az ember ettől fegyelmet megkövetelni. Már 51 és 53 között egy abnormális helyzet volt, és 57 után a rendőrségnek a fizetését rendezni kellett, hogy ne legyenek ilyen kiszolgáltatott helyzetben, rendes fizetésük legyen, rendes ruházatuk legyen, előre rendesen látva. Igen. A koltabban tessék beszélni. Próbálok minél tanultabban, hogy megértse, jó? Tehát rendes ruházatuk legyen, el legyenek rendesen látva, és tudják biztosítani a feladatuk ellátását. A kérdés. Miért pont ön lett a belügyminiszter? Válasz. A múltkor beszéltünk róla, hogy nem akarta. Kérdés. Az egy más dolog, hogy akart-e. Válasz. Én nem tudok rá válaszolni, azoktól kellene megkérdezni, akik engem elfogadtak és javasoltak. Én nem akartam oda menni. Mondtam magának, hányat javasoltam magam helyett. Szerencsére nekem soha nem volt hatalmi mániám, inkább féltem a hatalomtól, mint szerettem volna a hatalmat. Lehet, hogy később ez lesz a vesztem, hibám, mert amikor ezt terheslek, és a helyzetem 78-ban reménytelennek láttam, hogy tudok változtatni minden szívfájdalom nélkül, keserűség, ez természetesen volt benne, de én a hatalomhoz soha nem ragaszkodtam személy szerint, és nem is tudtam megérteni, hogy párton belül vannak olyan emberek, akik azt nézik, hogy a hierarchiában hol áll. Egyszerűen megkezdtem a mozgalmi munkát, és így fejeztem be. Volt egy sajátos karrierizmus a párton belül. Emlékszem, a párt és a tömegszervezet osztályán dolgozott egy Pacsó nevű ismerősöm, aki egyszer elmondta, valamikor még a fejeles évek vége lehetett, hogy neki az az élet célja, hogy valamikor a központi bizottság tagja legyen, és akkor ne teljesedjük az életet. Mondom,
tagjelöltjelöléssel, és vándor a falóban. Mit akarsz te megcélódni, hogy központi bizottság tagja legyél? Nekem ilyen célom sohasem volt. A kérdés. A belügyminiszteri poszt az egy nagyon fontos pozíció volt. Az ön válasza. Rosszak voltak az előzmények. A rajtot kivégezték, a Kádár elvtárs engem azzal vigasztal, hogy itt van egy olyan példa, hogy én is voltam belügyminiszter, és még élek. De nem akartam lenni, lehet, hogy ez a hiba. Kérdés. Azt írja, hogy kétféle ellenzéke volt a Rákosiéknak, az egyik a Nagy Imre köré csoportosult, a másik pedig a Kádár köré. Azt írja Iván, hogy a centrum, tehát a Kádár köré csoportosultak, nem csak, hogy nem csináltak önálló politikát, de a vitában Nagy Imrével szemben Rákosi mellett foglaltak állást. Több olyan esetet ismerünk, amikor Kádár, Orbán és mások helytelenítették a Nagy Imre csoport pártegységet bombasztó tevékenységeit, és arra figyelmeztettek, hogy ezzel a tevékenységgel csak erősödnek a szektársok és a Rákosista csoport. Ez a csoport Mező Imre kivételével nem volt hajlandó kapcsolatot tartani Nagy Imre csoporttal, és annak tevékenységét nem úgy segítette volna, hanem kifejezetten gátolta. Ez így van a vélemények szerint, és nem az a rész, hogy Biszku Béla, aki ehhez a centrumhoz tartozik, tartozott, Rákosi ellenes felszólalása után, miközben emberileg nagyon tisztességesen viselkedett, azt mondta nekem, hogy maga túlnőtt a célon, hogy arra akart rávenni, hogy ezt valahogy helyesítse. Tehát, megítélése szerint valóban ez kétféle csoportosulás volt-e, amely Rákosival szemben állt, és hogy a viszony a kétféle csoportosulás között olyan-e, mint ahogy a litván mondja. De az ön válasza. Először erre a személyes dologra szeretnék reagálni. Én azt hiszem, erről valahol beszél, és amikor én felkerestem Litván, beszélgettem vele, akkor azt mondtam neki, hogy tulajdonképpen az a felszólalás, amit azon a bizonyos aktiván mondott, és aminek a lényege az volt, hogy Rákosi mondjon le, mert tehetétel a párt számára, akkor neki abban igaza volt, csak az a helyzet, hogy az nem az angyalföldi aktiván dőlt el, mert annak a megoldása nem az angyalföldi aktivától függött, hanem a központi bizottságtól, és ott kellett később, ahogy el is rendeztük a dolgot. Ami a Nagy Imre féle ellenzéket illeti, én akkor arról a szervezett ellenzékről tudtam, hogy a Nagy Imre egy zászló, de a szervezetéről ismeretekkel nem rendelkeztem. Ami a Kádár féle ellenzéket illeti, Kádárnak nagy erkölcsi tőkét és hitelt kölcsönzött az a tevékenység, amit a párt lefolytatott, hogy a törvénysértések áldozata volt, hogy politikai eszközökkel tették lehetetlenné 1955-ben, amikor adminisztratív úton a pártból kizárták. És Kádár körül szervezett csoport sajnos nem jött létre. Ilyen nem volt. Voltak olyanok, a Mezőimrével a Kádár nagyon jó baráti viszonyban volt, én is nagyon jó baráti viszonyban voltam vele, hogy neki a Mezőimrének, a Nagy Imrékkel milyen kapcsolata volt, azt csak emlékezetből tudom, nem volt neki, biztos, hogy azokkal az emberekkel ő kontaktusban állt, például Köböllel, ezután ezekhez tartozott 55-56-ban, de hogy milyen egyéb tevékenységet folytatott ő, és ezt nyilván hogyan hangoztattam, arról nekem nincs tudomásom. Nyílt fellépése a Mező Imrének sem volt. Ő különböző erőkkel, amikkel körül volt éve, és amiknek ő beosztottja is volt, például a Kovács István szembeszállt úgy, ahogy én is szembeálltam ezekkel az emberekkel, de sajnos az, hogy ez a centrumnak nevezett tömörülés létezett volna, én erről nem tudok. Kérdés. Az Litván sem állítja, hogy szervezetten létezett, csak annyit állít, hogy Rákosi ellenes csoportosulások közül ez a kettő volt, és a centrum a Kádárhoz tömörült csoportosulásról sem állítja, hogy meg volt szervezve, csak létezett egy olyasfajta társaság, amelyik pont az ön válasza.
szervezetekben dolgoztak ezek az emberek, és hangot adtak a véleményüknek, nyílt pártfórumon is. De ennek ilyen szervezet jellege sajnos nem volt, mert abban az esetben, ha lett volna, akkor azokat az eseményeket, amik később bekövetkeztek esetleg, ez már feltételezés, meg lehetett volna előzni, és más fordulatot vehetett volna a párton belül azoknak a társadalmi kérdéseknek a megoldása, amivel az egész ország küszködött azokban az esztendőkben. Kérdés. Volt-e valamilyen különös oka annak, hogy ő nem kapcsolódott, még csak mellékágon sem, a Nagy Imre körül csoportosuló emberekhez? Azért kérdezem, mert János Ivan neve szóba került a múltkor, és azt mondta róla, hogy nagyon valós ember volt. Például elmondta, hogy ő kétszer is volt Nagy Imrénél, Szilágyi József vittett el, nem lehet róla mondani távolról sem, hogy Nagy Imre csoporthoz tartozott volna ettől függetlenül, de mégis valamilyen módon elkerült Nagy Imréhez, kétszer ott volt a lakásán, igaz, hogy az akkor éppen tacsa volt éve, nem volt politikai vezetésnek tagja, nem dolgozott a pártaparátumban, de valahogy oda került Nagy Imre lakására. A kérdésem, hogy volt-e valami oka annak, hogy ő nem került Nagy Imréhez közelebb, vagy Nagy Imre csoportosultakhoz közelebb? Egyáltalán a későbbi megítélésekben pont-pont-pont az ön válasza először is. Én személyesen Nagy Imrét nem ismertem. Nem volt közös ismerős, és a helyzet is olyan volt, hogy én minden olyan a frakciós tevékenysége, ami a politikai kérdések kezelését nem nyíltan tüntette, én elítéltem. Litván beszél arról, hogy ezek tulajdonképpen a Rákosi erősítették. Kérdés, vagy közbeszólás, közvetett módon igen az ön válasza, de hogy lehet azt állítani, hogy ez Rákosit erősítette, mikor ezeknek az embereknek a többsége, amikről itt szó van, szemben áll a Rákosiék által pont-pont-pont kérdés. Litván nem azt mondja, hogy szándékosan erősítette Rákosiékat, hanem akaratuktól függetlenül erősítette Rákosiékat, hiszen Litván éppen arról beszél, hogy ezek Rákosi ellen pont-pont-pont az ön válasza. Követelték ezek az erők már Rákosi leváltását, hogy Rákosival nem lehet a kérdéseket megoldani, mert nem vitte végig, sőt, 54-ben már vissza akarta fordítani az eseményeknek a menetét, a rehabilitációt például, és több alkalommal, amikor a törvénysértések ügyében a központi bizottság kiadott 55. október-novemberében valamilyen tájékoztatót, akkor ez egy óriási felháborodást keltett a párt aktivisták körében. Mindenki rajta akartak hagyni valamit, ez az a okmány szintén meg kellene, hogy legyen, és ez szemben állás nyílt volt, mert a párt aktivitáson hangzott el. Beszéltem arról, hogy amikor a 13. kerületben aktivált, ahol ennek az okmánynak, ennek a levélnek az ismertetése napirenden volt, hogy megjelent a Vég Béla, akkor én ott felszólaltam és azt mondtam, hogy ez, amit ennek az okmánynak a kapcsán állítanak, az meghamisítása a tényeknek, mert mindenki rajta akarnak hagyni valamit. És akkor már mi tudtuk, hogy azok, amiket ott Mátét hoztak fel, például a Rajdúkkel kapcsolatosan, hogy a Raj a Nyilaskeresztes Államtitkár bátyjának a segítségével szerzett volna 44-ben Sopron-Kövidán megmenekülni, szeretett volna megmenekülni. Ezt a párt aktivistái intézték, ezt Apróni mondta el nekem, hogy a 44-es központi bizottság utasítására jártak el, és keresték fel a Raj Nyilaskeresztes bátyját, hogy minden lehetőséget megragadjanak, hogy Rajkot megmentsék a fasiszták karmai közül. És ez úgy szerepel ebben a bizonyos 55 novemberi okmányban, mint Rajkot terhelő bizonyíték, tehát hogy rajta hagynak valamit azokból a vádakból, hogy nem volt teljesen jogtalan az az eljárás, amit annak idején Rajk ellen kezdeményeztek, és az lett a vége, hogy 1949. szeptemberében kivégezték.
ragasztulva egy kérdés, ha jól látom. Az Eheusi könyvből hadd olvassak fel egy részletet, arról ír az Eheusi, hogy amikor 1954 őszén kiszabadult Kádár János, akkor Angyalföldön volt titkár Kádár, és ott tartottak egy ülést, és azt írja, hogy Csórival gyalogoltak ki a tanácsválasztási beszédre, amit a Kádár tartott, és kigyalogoltak, hogy meghallgassák a jövő reménységét, mert már reménység volt, de moszkvait a kommunista, ami Rákosi börtönbe kucoltatott, szabadulását az 53. júliusban meghirdette, új kormányprogramnak köszönhette, amely Gagyire nevéhez fűződik. Iratismertetéssel folytatódott Biszkup Béla az 1956-os forradalmat követő megtorlások egyik megrendelőjének büntetőpere. Kádár János egykori bizalmasa a múlt héten állt először bíróság elé. A 92 éves volt belügyminisztert az ügyészség felbújtóként vonná felelősségre az 1956. december 6-ai nyugati téri, illetve a december 8-ai salgótarjáni sortűz miatt. Botra támaszkodva érkezett a fővárosi törvényszékre Biszkup Béla. A vádirat szerint Kádár János bizalmasa az MSZNP idéglenes intézőbizottságának tagjaként vett részt az 56-os forradalom megtorlását követő cselekmények irányításában. Az ügyészség felbújtóként vonná felelősségre Biszkut az 56. december 6-án történt nyugati téri és a december 8-ai salgótarjáni sortűz miatt. A második tárgyalási nap iratismertetésekkel folytatódott, a bíró részleteket olvasott fel a Biszkup Bélával a 90-es évek elején készített életinterjúból. Biszkup ekkor úgy nyilatkozott, a nyugati téren provokáció történt, ugyanis a... A konszolidáció érdekében nagy gyűlést, de itt veszekedés, verekedés tört ki, és szép szóval már nem lehetett a dolgokat elintézni. Biszkup a mai tárgyaláson az interjú részletek ismertetése közben többször arra kérte az eljáró bírót, hogy tagoltabban, lassabban olvasson, hogy megértse szavait. A felolvasott interjú tanúsága szerint Biszkup nem akart belügyminiszter lenni, elmondása szerint nem volt ugyanis hatalmi mániája. Az 56 utáni megtorlásokról pedig azt mondta ekkor, hogy a büntetőpolitika a munkás hatalom érdekét szolgálta, és igazságos volt. A 90-es években készült interjúban Biszkup még azt vallotta, hogy nem tudta, hogy hány embert végeztek ki 56 után a börtönökben. Mindenről nem lehetett tudomásom, mondta egykoron az 56-os intézetnek Biszkup. A volt belügyminiszter egyébként bizalmi viszonyt ápolt Kádárral, ahogy kiderül ezekből az interjúból. Kádár János pedig többször azzal vigasztalta Biszkup Bélát, hogy idézem, a Rajkót kivégezték, látod, te is belügyminiszter vagy, és még élsz. Ami hát ugye mindenki az 226. oldal, napószámban, pedig a 465 napószámban folytatódik.
Szóval a válasz. Ez az ön részéről az események értékelésének átértékelése alapján jött létre. Kérdés, mindenféle politikától mentesen lehet ezt megállapítani. Válasz az nem lehet. Kár. Miért nem? Én ettől még mondhatnám azt, hogy 56 ellenforgalom volt, teljesen mentes akkor, hogy milyenek itt mindig az 56-os események jellegét az ember. Válasz ez nem mentes, nem ugyanaz. Ha a rendszerrel szemben lépek fel, vagy a rendszer védelmében lépek fel, az egy különböző dolog. Legyen szíves! Ez tapoltatban kérem, hogy beszéljek, hogy megértsem, hogy ő igyekszem, jó? Tehát ez az én válaszom, a magam véleménye már egy átértékelés. Ez abban az interjúból van, amit önnel készítettem, ezt folytatom, amit múltkor elkezdtem felolvasni. A kérdések azoknak és a válasz pedig az, amit ő mondott.